oktatásért felelős államtitkár asszonykhez itt csókolom. Nos, jó estét kívánok! Sziget-Szentmiklóson már is botrány van, ahogy hallottuk, pedig az állam még csak most kezdte átvenni az iskolákat. Miért kellett ideiglenes igazgatót kinevezni arra a rövid időre, amíg a valódit nem lehet megtalálni, és miért központilag? Tavaly novemberben született egy törvény, amely úgy rendelkezett, hogy a korábban megyei önkormányzatok fenntartásában működő iskolákat átveszi az állam, és azért, hogy ne legyen különbségtétel, automatikusan minden korábbi igazgatónak megszűnik az igazgatói megbízatása március 31-ével, új pályázatot kell kiírni. Mi számítottunk arra, hogy a legtöbb helyen a régi igazgató fog pályázni, és ő fogja kapni a megbízást, ez a legtöbb helyen így is történt. Tudni kell, hogy összesen 260 pályázatról van szó, és 20 megyéről. Na most sajnos az történt, ahogy ez néha történni szokott, egy jogilag nagyon szabályozott országban, ahol 8 jogszabály vonatkozik az igazgatói megbízásra és a pályáztatásra, hogy 9 megyében rosszul írták ki a pályázatot, nem mindenben feleltek meg a jogszabálynak. Bocsásson meg csak, hogy a kérdésére válaszolhassak is, ilyen körülmények között a jog megint csak azt mondja, hogy szabálytalanul kiírt pályázatra nem szabad kinevezni az igazgatót. Ez történt Sziget-Szentmiklóson is sajnos. Hogyha minden állam által átvett iskolában központilag nevezik majd ki az igazgatót, nem fogják azt mondani, hogy ez egyfajta politikai befolyásolásnak a lehetősége? Hát nézze, az igazgatót valakinek ki kell nevezni, és hogyha állami iskola rendszer lesz, és az állam nevezi ki az igazgatót, akkor az helyén való. Többször elmondtam már itt is, megismétlem, hogy a két világháború közötti időszakban, amikor egy igen magas színvonalú, jól működő iskolarendszerünk volt, amit azóta is csodálattal emlegetünk, megszemlélünk, például a gimnázium igazgatót az államelnök nevezte ki, és a miniszterelnök nevezte ki a többi igazgatót, és senkinek eszébe nem jutott, hogy ez rossz. Az állam fizette a pedagógusokat, az állam tartotta fenn azokat az iskolákat, amelyeket nem az egyházak tartottak fenn. Nyilvánvalóan az egyházakra más szabályok vonatkoznak, ott a fenntartó nevezi ki, a többi az állami iskolákat az állam fogja fenntartani, működtetni, a pedagógusait is, ezért az állam nevezi ki, de a törvény szövege úgy szól, hogy az illetékesek véleményének a kikérésével. Most a legújabb elképzelés szerint az állam az oktatást fogja bonyolítani az eddigi önkormányzati iskolákban, ám az iskola tulajdonjoga és az iskola kezelésének a kötelessége és költsége az marad az önkormányzatoknál. Na ez az a bizonyos közös lónak túros a háta, nem? Ezt mondják, de nem így van. Azért mosolygok, tudja, mert néhány hónappal ezelőtt, amikor még nem dőlt el véglegesen, hogy mi lesz a tulajdonjoggal, akkor a menetrend szerint kárállók amiatt káráltak, hogy fú, az állam elveszi az önkormányzatoktól az épületet. Most eldőlt, szerintem nagyon helyesen én is ezért emeltem többször szót kormányülésen is, és a kormány emellé állt, hogy a tulajdon, a vagyon, az épület fenntartása és az iskolával kapcsolatos egyes jogok maradjanak a korábbi önkormányzatnál. Így dőlt el ez a kérdés, és ez jó, ez felel meg annak az ötvösi eszmének, amelyet 1868 óta nagyon sokan vallunk, hogy a helyi közösség a saját iskoláját magáinak érezhesse. Csak hát most meg azt mondják a bírálók, hogy miért költenének rá, hogyha nem szólhatnak bele az oktatás. Hogy miért kéne felújítani a fűtésrendszert irgalmatlan költségekért, amikor hát majd tanítanak abban, amiben akarnak. Hát könyörgöm, az önkormányzat a helyi lakosság érdekeit kell, hogy szolgálja, és az iskola ott van helyben, és a saját faluban vagy városban lakó gyerekeknek az iskolája, tehát érdekük, hogy a saját gyerekeiknek meleg legyen az iskola. Tehát ez egy kicsit ilyen mondva csinált probléma. És ha hiszi, ha nem, hiszen ezzel a kérdéssel nagyon sokat foglalkoztam én magam is az elmúlt évben, a legtöbb polgármester ezt pontosan így érzi, hogy ez a miénk, esetleg a mi embereink építették, talicskázták a téglát, kell, hogy valami közünk legyen, ezért jó ez a döntés, ami született, hogy ott marad az önkormányzat. De miből lesz rá pénz, amiből eddig? Amiből eddig, illetve annál valamivel kevesebből, mert sokkal kevesebb költsége lesz az önkormányzatnak az iskolára, ugyanis az állami fenntartásnak egyik kézzelfogható és nagyon pozitív látványos eredménye az lesz, hogy az állam közvetlenül fogja a pedagógusok bérét
és a pedagógiai munkát segítők bérét és járulékát, valamint a taneszközöket fizetni. Ez nem az önkormányzat büdzséjét fogja terhelni, tehát sokkal kevesebb pénzt kell az önkormányzatnak az iskolára költenie, mint eddig. Miért van szükség arra a bizonyos központi iskolafenntartó szervezet, vagy mi a központi iskolafenntartó szervezetre, aminek még nincs neve? Mi lesz a feladata? Az egy intézménynek kell, hogy legyen nevesített fenntartója, ez így van minden rendszerben. Aki például kiadja az alapító okiratot, ellenőrzi, hogy ott minden rendben van, ellenőrzi a megfelelő létszámot, elvégzi azokat a statisztikai adatszolgáltatási feladatokat, amelyeket nem lehet közvetlenül esetleg a központnak elküldeni, tartja a kapcsolatot a központ és az iskola között, de szűkülnek a klasszikus fenntartói feladatok is, egy fontos változás várható, növelni akarjuk nagyon tudatosan, nagyon megfontoltan a nevelőtestületek, a tanárok és az igazgatók, azaz az intézmény szakmai önállóságát, ezért úgy rendelkeztünk a törvényben, hogy mi korábban az iskoláknak a fontos pedagógiai dokumentumait a fenntartó hagyta jóvá. Ez a jóváhagyási jog megszűnik, ezt a tantestületek önálló jogkörébe utaljuk, mert ez a garanciája annak, hogy végre a pedagógus társadalom, az iskolák megérjék azt, hogy szellemileg felnőtt emberek, akik erre képzettek, akik képesek azoknak a pedagógiai döntéseknek a meghozatalára, amitől egy iskola jó lehet, de természetesen kontrollmechanizmusok azért működni fognak benne. Kevesebb lesz tehát a fenntartói feladat valamennyivel, mint volt korábban, növekszik az iskolák önállósága, központilag garantált lesz a pedagógusok bére, és az állam megoldja a szakmai ellenőrzést is, amely 26 éve megszűnt. Azt mondja, hogy növekszik az iskolák önállósága, miközben például akik a Nemzeti Alaptanterv tervezetét bírálják, azt mondják, hogy pont az iskolák önállósága az, ami részben elveszik. Mitől lesz ez az új NAT jobb, mint az eddig működő rendszer? Én ezt a kérdést inkább úgy tenném fel, hogy milyen jó, vagy jó-e az, hogy visszatér az oktatás irányítás ahhoz a szisztémához, amelyet világszerte szinte mindenütt gyakorolnak, és amely a magyar oktatás irányításra is jellemző volt, hogy tudnélik az állam, amely fenntartja az iskolát, amely felel azért, hogy egyforma műveltséget kapjon Marika, Pistike, Julika, akárhová született. Ennek az egyik eszköze az, hogy előírja azt is, hogy mit kell feltétlenül megtanítani a gyereknek. Most egy olyan oktatási rendszerünk van, ahol ez nincsen előírva, ha föllapozza ön, vagy akárki a hatályos nemzeti alaptantervet, abban egyetlen ilyen sort vagy szót nem talál, nincs benne, hogy a Pitagorász tételt tanítani kell-e, vagy a Toldit tanítani kell-e, csak ilyen fejlesztési feladatok, úgymond kompetencia szabályok vannak előírva. Na most nekünk az a határozott szakmai álláspontunk, hogy ez így nem jó, mert ez is előidézte azt, hogy annyira széthúzódott a mezőny, akkor a különbség lett az iskolák között, nem beszélve egy fontos tényezőről, hogy a nemzeti műveltségnek az egysége ezáltal belátható időn belül felbomlik, hogyha nincs garantálva, hogy a János Vitéz minden gyereknek tanulja. De most ebből is vita van, mert vannak, akik azt mondják, hogy túl sok tananyag van a nemzeti alaptanterben, amit képtelenség a diáknak megtanulni, és már ennek feldolgozására nem marad ereje. Van olyan, aki pedig azt mondja, hogy például a 20. század első felének magyar irodalma az úgy, ahogy van, kimarad a tananyagból. Bizonyos írók egyszerűen meg sem említődnek benne. Tisztelettel kérem és felajánlom, bár nem szoktam magamat kínálni, de hívjon meg majd akkor, amikor a végleges nemzeti alaptantervet a kormány jóvá hagyja. Az a változat ugyanis, amelyről ezek a vélemények megfogalmazottak, még csak tervezett volt. És több mint egy hónapon keresztül zajlott a vita. Az elmúlt hetekben nagyon komoly rövidítés, egyszerűsítés, átszerkesztés folyt a nemzeti alaptanterben, meghallottuk ezeket a kritikákat, mi is tudtuk, hogy sok, de ez az első változat volt, kíváncsiak voltunk. De meg lehet mindenkinek felelni? Annak is, aki azt mondja, hogy sok, meg annak is, aki azt mondja, hogy kevés? Aki azt mondja, hogy kevés, arra nagyon egyszerű a válasz. A nemzeti alaptanterv egy minimum szabályozás. Azt írja elő, mi az a minimum, amit mindenkinek meg kell tanítani. Erre az iskolák
rátehetnek még sokat, akár megduplázhatják a tananyagot, ez nem tilos. Most aki azt mondja, hogy sok, arra nagyon oda kellett figyelni, mert ha minimum sok, akkor az azt jelenti, hogy nem minden Pistike meg Marika fogja tudni megtanulni, ezért végeztünk el egy nagyon komoly csonkolást, ha úgy tetszik, egy baltázást, tehát elég kemény kézzel rövidítettük a tananyagot. Sok évtizedes vagy évszázados pedagógiai tapasztalat azért ebben segített. A Nemzeti Alaptanterv tehát nem egy a tudományt mindenkinek közvetítő dokumentum, hanem az iskolában feltétlenül megtanítandó minimális tartalmaknak a jegyzéke. Ön azt nyilatkozta, hogy elenyésző a bírálók száma azokhoz képest, akik elfogadják. Ugyanakkor azért ezt a tantervet itt az utóbbi időben bírálta a Magyar Tudományos Akadémia, a Pedagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, Pokorni Zoltán, mint az Oktatási Bizottság elnöke, a Magyar Tanárok Egyesülete, a Történelem Tanárok Egyesülete. Meg lehet mindenkinek felelni majd? Egyrészt nem lehet mindenkinek megfelelni, másrészt elég jól ismerem én magam, és megismerjük mindannyian a szakmát, hogy tudjuk, hogy ezek a bírálatok a szakmának csak egy részét képviselik. Én viszont olyan testületeket tudok felsorolni, olyan tekintélyes testületeket, akik testületileg mellé álltak. Ilyen például az Országos Köznevelési Tanács, amelynek a többsége elfogadta, ilyen a Közoktatáspolitikai Tanács, amelynek egy oldala nem fogadta csak el, a szakszervezeti oldal. De hát legyünk őszinték, a szakszervezet az elmúlt két évben mindent bírált, amit a mi oktatási irányításunk tett, ez egy idő után komolytalanná is válik. Pokorni Zoltán nem bírálta, csak a tőle megszokott eufemisztikus módon ilyen kételyeket fogalmazott meg, de nem bírálta. A Magyar Tudományos Akadémiával viszont egyezkedünk azóta is. A Tudományos Akadémia szószólói nem teljesen értették meg azt hiszem a NAT-nak a szerepét, nem is dolguk, tehát én ezt nem nehezményezem. Azt tudnélik, hogy ez a mindenki számára kötelező minimum, amelyben nem lehet benne minden. Most a Magyar Tanárok meg a Történelem Tanárok Egylete, ezt is jól ismerem, amögött egy világnézeti ellentétes vélemény fedezhető fel. Azok, akik nem bírálták, azok kevésbé szólaltak meg, de ilyenek is voltak. Befejezésként van egy védnöki testülete, a Nemzeti Alaptantervnek olyan jeles, mindenki által tisztelt magyar értelmiségiekből, akiknek a véleménye mértékadó, támogatták a Nemzeti Alaptantervet, a népsorukat nyilvánosságra fogjuk hozni. Én teljesen nyugodt vagyok a tekintetben, hogy ez a lehetséges megoldások közül elég jó lett. Két helyen is módosították a mindössze 4 hónapja elfogadott szakképzési törvényt. Tényleg a hazánkban működő nagy német cégeknek és a kereskedelmi és iparkamara nyomására történt ez? Erről nem tudok nyilatkozni, mert a szakképzés mind bizonyára tudja, nem az oktatásért felelős államtitkárság irányítása alatt áll, hanem a Nemzetgazdasági Minisztériumé, úgyhogy nem vagyok minden információnak. És ön nem tiltakozik ez ellen, mert olyan kritikákat lehet hallani, hogy ez legalizálja a gyermekmunkát, hogy ezeknek a fiataloknak, mivel a közművelődési tantárgyak kimaradnak a tananyagból, legalábbis nagyon lecsökkennek, nem lesz módjuk tovább tanulni, nem lesz módjuk úgy pályát váltani. Mennyire értezze? A gyermekmunka legalizálása az egy csacsiság, tehát az ellen nem tiltakozom. Pontosan erre hivatkozva rontották el a szakképzést egy évtizeddel ezelőtt, amikor úgy értelmezték a gyermekmunka tilalmának az alapelvét, hogy nehogy véletlenül egy 14-15 éves, 16 éves szakmunkás tanuló kalapácsot vagy vésőt fogjon a kezébe. Tudja, ennek az lett a következménye, hogy a szakképzés 9.-10. évfolyamáról száműzték a gyakorlatot, egy rossz elvből kiindulva, és azok a gyerekek, akik nem nagyon szerettek tanulni, de manuálisan ügyesek lettek volna, érdekelte volna őket az, hogy a saját szakmájukba haladjanak. Ezután megutálták lényegében az iskolát, és igen nagy százalékban kibuktak. Most helyre tesszük ezt a dolgot, és azt mondjuk, aki szakiskolába megy, az 9. évfolyamtól nyugodtan gyakorlatot végezzen, nem azért, hogy mint a középkorban, vagy a középkor végén, vagy az újkor elején, hogy munkára fújjuk őket gyerekmunkára, hanem ebben az életkorban lehet megtanulni azokat a fogásokat,
amelyek majd a leendő villanyszerelőnek például szükségesek. A közismereti tartalmakkal kapcsolatban hasonló a véleményem. Ezeknek a gyerekeknek már nem olyan értelemben kell folytatni a fizika, kémia, történelem és egyéb tanítást, mint ahogy azt a gimnáziumban tesszük, hanem olyan komplex műveltségi tartalmakat kell közvetíteni, amely őket érdekli. És ennek folytatásaként, hogyha ő nem elfordul érzelmileg a tanulástól, hanem szívesen tanul, mert érdekesek az órák változatos módszerrel, akkor azért azt lehet remélni, és ezt a pedagógia szakirodalma gyönyörűen leírja évszázadok óta, hogy ezek a fiatalok, akik szakmát szereznek 17 éves korukra, de ugyanakkor művelték a fejüket is, ezek képesek arra, hogy magukat műveljék, és nyitva áll előttük az út, akárhogy érettségit tegyenek, vagy egyetemre menjenek. Úgyhogy ez a sors vár rájuk, ezt remélem, hogy csak akkor ezt megtörténik. Államtitkár asszony, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a hívást.